A Magyar Kajakenú Szövetség hivatalos podcast műsora. Legendák, bajnokok, reménységek és minden, ami kajakenú. Sziasztok, köszöntök mindenkit, ez itt ismét a Csónakház Kajakkenő Podcast, a Magyar Kajakkenő Szövetség hivatalos podcast műsora. Mai vendégem a paralimpiai bronzérmes, világbajnoki bronzérmes és Európa bajnok Varga Katani lesz, akit köszöntök nagy szeretettel. Szia, Kata! Szia, szia, köszöntöm a nézőket, hallgatókat! és külön azért is örülök, hogy itt vagy, mert a te edzés a te élet, életed mostanában azért eléggé fel van fordulva, hiszen gyakorlatilag két laki életet élsz Szeged és, Vecsés között, úgyhogy külön örülök, hogy itt vagy. Hogy bírod ezt a, ezt a két laki életet? Elég jó, ezt már elég régóta nyomom egyébként. Öhm, pff, nem is tudom mióta. Elég régóta. Riói Paralimpia óta ragadtam Szegeden a szó jó értelmében természetesen. Azóta élek ilyen kétlaki életet, ami télen háromnapos szegedi tartózkodást jelent, nyáron pedig ötnapos. És nehéz ez? Vannak nehézségei? Vannak, vannak, vannak. Ez mostanában csúcsosodott ki ennyire, de megoldható, meg belefér, voltak ebből így kisebb problémák otthon, de ezeket áthidaltuk, úgyhogy meg kell nyomni ezt az évet, szóval most semmi nem olyan fontos, mint a felkészülés. És akkor fölmész hét elején, ott van hol is aludnod, és visszajössz a hét végén. Valahogy így a hét közepén tartózkodom ott, tehát, hogy amikor itthon vagyok, hétfőn és pénteken, így a téli időszak alatt, akkor természetesen abban a két napban minden hivatali dolgot belepasszírozok, amit csak lehet. Ugye a péntek az rövidebb nap, szóval sokkal nehezebb. Meg hát a hétvége az, mondjuk az is csak egy napos a hétvége, mert szombaton még azért dolgozom, szóval nehéz, de áthidalható. És hol jobb? Szegeden, a napfényvárosában, vagy itt Vecsésen a fővároshoz közel? Hát ez csúnya kérdés, de mindenhol jó. Én Szegeden is otthon vagyok, az a nagyon jó benne. Az látszódik, hogy nagyon elkötelezett és motivált vagy, ami a felkészülést illeti. Ezt most csak onnan tudom, mert látom a Facebook, Instagram posztjaidat, ahol, ahol kőkeményen benne vagy a munkába. Motivált vagy? Készülsz nagyon az idei évre? Nagyon motivált vagyok, igen. Ezt, hát ezt ugye nem az Instagram mutatja meg, hogy mennyire motivált vagyok. Mostanában kezdem egy kicsit felpumpálni az oldalt videókkal, képekkel. Eddig is nagyon motivált voltam, de hát ez az időszak, ez, ez eddig a leges legextrább. Mindent is csinálok, és, és, mindenféle regenerációs dolgot is beveszek most a felkészülésbe, mert nagyon kell, úgyhogy igen, ez most, ez most nagyon extra hogy haladsz most egyébként neked azért a korábbi években voltak sérüléseid, betegségeid, most nyugtass meg, hogy azért minden terv szerint halad. Most minden rendben, igen. Ez azért is van, mert hogy több kiegészítő munkát végzek, van lehetőségem heti két gyógytornára is járni, a gyuratás is ugyanúgy most, most bekerül a képbe jobban, mint eddig, szóval most azért több a, a megelőzés és hát rehabilitáció is fordított ö, idő. Kicsit ö, leosztottnak tűnnek a szerepek a te kategóriádba. Az elmúlt éveket tekintve persze reméljük, hogy ez Most változni még, fog. Igen. Most még igen. De ugye az elmúlt években azt szoktuk meg, hogy K2-ben, mi te versenyzel, van két brit lány, ö, és mögöttük vagy te rendszerint. Mi kell ahhoz, hogy, hogy, ez, hogy ez változzon idén? Um, elég összetett a kérdés. Um, most sok mindent fogunk variálni a hajóban is, ami szerintem is most már, úgy gondolom én is most már, hogy, hogy jó lesz. Előzőekben nem értettem egyet, egy-két variálással, de azért sikerült most már Marcinak az edzőmnek meggyőznie erről. Ez egy, ez egy lekötözés igazából az üléshez, amit amúgy britek is használnak, szóval ez valószínűleg eddig is segített volna egy pár dolgon, legfőképp a rajtban. Tőlük lestétek el? Nem, ezt a Marci azt mondta, hogy a Birkás Balázs csinálta még, amikor lehetett. Nekik már nem lehet, épeknek nem lehet már. Nekünk viszont nem tilos, és hát nyilván az erőátadás szempontjából ez, ez nagyon kell is, főként a rajtban. Én valamelyest használom a lábomat a hajóban, és azért a, az izmok diszfunkciójából adódóan nem mindent sikerül úgy kivitelezni, amikor már olyan erőfeszítésben vagyok, amikor, amikor már nem, nincs annyira hatásom a lábamra, és emiatt ez a lekötőzés szerintem nagyon sokat fog segíteni. Illetve egy svertet fogunk még rakni a hajóra, ami szintén ezekből az izomdiszfunkciókból adódóan eredményezi a, a hajónak a valamelyik irányba futását, illetve hát a féloldalasságomból adódóan is, hogy az izomzatom is egy kicsit féloldalasan működik, a bal lapockámmal van valami kitalálta ott magának, hogy nem annyira jól működik. Most, most mondjuk ez is jó állapotban van. Úgyhogy ezek a technikai dolgok kerülnek be a képbe. Az egyéb munkát azt, azt hiszem, hogy eddig nagyon jól összeraktuk a Marcival. Most az állapot is úgy néz ki, hogy állóképességi szempontból rendben vagyok, erőt fejlesztünk még bőséggel, az azért kell, és hát ennyi. Nagyon sok mindent elmondtál így is, de kicsit hozzuk azért a helyzetbe a nézőket, hallgatókat, ugye a K2-es sérültség kategória, az nem biztos, hogy mindenkinek egyértelmű. Ti ugye a törzseteket tudjátok használni, ugye ennyivel vagytok előrébb, mint a KL1-esek. Így van, a KL1-es kategória az a legsérültebb kategó kategória, ott hivatalosan csak kart használnak, a k 2 ben ott hivatalosan kar és törzs használat van, a k 3 as kategóriában pedig lábat is használnak a versenyzők, ott a legtöbb ö, ö, versenyző fél amputált. Kicsit azért is hoztam be ezt a kicsit leosztottak a szerepek történetet, mert azért nem csak a te kategóriádban, de a legtöbb kategóriában azért sokkal könnyebben meg lehet talán állapítani azt, hogy, hogy mi lehet az adott sorrend, sokkal talán nem azt, hogy nagyobbak a különbségek, de, de általában ugyanazok az eredmények szoktak születni. Mind múlik az, hogy ki hova tud egy kategórián belül helyezésben érni, mert Nyilván az épeknél látjuk az életkor, az, az biztos, hogy sokat tud ö, meghatározni, de nálatok talán ez ez nem is annyira fontos. Hát ö, nyilván, hogyha valaki fiatal, az minden szempontból jobb. Ugye a regeneráció és a, és a testének működése szempontjából ez mindenféleképpen jobb, hogyha itt a biomechanikát veszük alapul. De hát a biomechanikához tartozik a... A sérültség is, ugye az én kategóriámban az abszolút ö, nyertes jelenleg a Sárlott. Ő például két lábon putál. Tehát, hogy neki van például egy teljesen egészséges törzsre törzsizmai. Míg az Emmának például, aki előttem van második helyen, ő neki a talán a törzs sem annyira már csípőkörüli izmai, sem annyira ö, működnek már. Nekem is például a izmom féloldalas, a bal oldali tök lapos a jobb oldal, de meg tök erős Szóval, hogy a kettes kategória, a kettes kategória ráadásul egy nagyon nagy vegyítő tégely, úgyhogy ott, ott igen széles spektrumon vannak a, a, versenyzők. Van, aki nagyon fura, hogy ott van, tehát hogy az a baj, hogy a, a az az orvosi kategorizáció a kettesben például nagyon nagy a ponthatár, mindent ilyen pontok döntenek el az izom munka, vagy a, tehát a működő izmok alapján pontoznak, és egyébként én is ponthatáron vagyok a hármas kategóriával. Egy-két ponttal vagyok, csak bent éppen még a kettesben, szóval ez egy, a kettes az egy nagyon nagy vegyítő tégely, úgyhogy itt igen nehéz előre jutni, hogyha valakinek egy kicsit komolyabb a sérülése. Ez jelentheti azt egyébként, hogy, hogy pont határon vagy, hogy előbb-utóbb akár a hármasba is fölkerülhetsz? Egyelőre ez nem látszik. Az én kategorizációm az már egy, egy, véglegesített kategorizáció, elméletileg nem vesznek elő, az állapotom nem egy javuló állapot, nem egy olyan betegség vagy ilyesmi, ami, ami, ami javul. Azt gondolom, hogy engem már nem vesznek elő, volt egy, egy kategorizáló orvosok, vagy hát tanulóknak a, a betanítási folyamata, amiben itt, ez Magyarországon zajlott, és részt is vettünk benne, és én voltam az egyik próbabábú, és, és hát a tanuló, aki, aki rajtam dolgozott és írta pontokat, simán a hármas barakott. És akkor jött az őt ellenőrző orvos, és mondta, hogy ja, hát ezeket nem így mérjük, hanem nem kell begőrpített, hogy egyenes háttal kell ülni, és úgy kell lögdösni, és akkor onnan hogy reagálsz, vagy hogy tényleg ilyen attól is függ, hogy ki, hogy vizsgálsz. szóval ezt, ezt, nagyon nehezen lehet megállapítani, amire egyébként már vannak törekvések, hogy ez minél objektívebb legyen valamiféle elektromos mérőeszközzel, hát kíváncsi vagyok, hogy ez mikor fog bekerülni a képbe. Viszont az tisztán látszik, különösen a tavalyi évből, hogy most már nagyon közel vagy legalább az Emma Vicks, ez a mondjuk úgy második számú brit lányhoz, talán csak a tökéletes pálya hiányzott, hogy az Európa Bajnokságot megnyerted, de ott nem voltak ők ott. A világbajnokságon ott a rajtod az, az, nem volt éppen az igazi, de te ezt biztos jobban tudod, és aztán az előolimpián viszont már nagyon kicsi múlott. Igen, hát ez az év is elég kacifántosra sikerült így a versenyek alatt, tehát tavalyról ne is beszéljünk, szóval az meg aztán nagyon extra volt, hullámvölgy, a lábtörésemmel, az rettenet volt. Az előző versenyszezonban, igen, ahogy említetted, az EB, az, hogy nincsenek ott a britek, ugye ez, ez, számomra nem is olyan, mint ha ott lennének nyilván. Egyébként meg a, a az időjárási adottságok is rettenetesen kikészítettek, borzasztó szél volt, és pff, vitte el a hajót minden irányba, úgyhogy teljesen idegbeteg voltam. Szinte azt is egy semminek tekintem, tanulópénznek inkább. Nagyon készültem a VB-re, ott a német versenyző mondta is, hogy fú, nem lesz ilyen gané a pálya náluk, mert szélvédett és nagyon jó, és a víz is nagyon jó, és hűde jó lesz, és hát így is készültem, hogy na akkor most megmutatom. És hát ott kettő baki is volt igazából rettenetes, de hát nyilván ez is tanulópénz, az egyik az előfutam alatt, amikor Marcival megbeszéltük, hogy most egy másik rajtolási technikát próbáljak ki. Nem is értem, hogy minek variáltunk, amikor megbeszéltük, hogy versenyen nem variálunk. Főleg úgy, hogy ezek a rajtgépek azért nem voltak túl ideálisak. Nem, még az sem, igen, és és hát nem sikerült ez a rajt, lehet, hogy az előfutamnál ez nem volt akkor a probléma, sikerült egyből döntőbe jutni. És nekem az Emma szólt is, hogy a, a nagyon halk, figyeljek oda. Hm, jó rendben van. Nekik volt egy kenus futamuk még, döntőjük, és, és ezért szólt. És aztán nekem a kajak előfutamon nem volt halk a gép, és ez így ki is ment a fejemből a döntőre, és akkor odaálltunk a döntőre, és készültem éppen megmutatni azt, hogy mit raktam a zsákban eddig, és a speaker olyan hangos volt, hogy meg hát nem is állt meg a beszédben, amikor rajtoltatás volt, és én készültem, éppen, éppen azt sorolta, hogy a, a tokiói érmesek vannak ott, és mondom, jó, akkor elmondja a Sárlottot, az emmát utána engem, és akkor még elmondja a többieket, és egyszer csak lement a papucs. Úristen, és akkor már nem volt időm gondolkodni, hogy most hogy rajtoljak, egyszerűen csak el kellett indulni. Szépen sikerült behozni egyébként ezt a lemaradást, de hát nyilván nem úgy terveztem, hogy, hogy ez ismét bronzra sikerüljön, és igen, korábban ö, széles vigyorral fogadtam a bronzérmet, csak most itt nem ez volt a cél. Úgyhogy ö, ezután azt terveztem, hogy akkor, akkor majd most az előolimpián megmutatom, és hát és ott, ott azért sokkal jobban sikerült minden. 23 századdal került elém az emma végén egy arasznyival. Előtte is voltam az utolsó 50 méterig körülbelül, ahol egy ilyen jobbos szél puf, nekem bekavart. Nekik nem, úgyhogy ők nagyon sokat edzenek is szélben, én ezt látom, követem az instájukon. Ebben ők azért jobbak most majd ezzel az üléshez lekötözéssel talán jobban tudom kontrollálni a hajót egy ilyen billentésnél. Úgyhogy azt gondolom, hogy idén már legalább az emmát sikerül elkapni. Az akkor már egy paralimpiázis ez is lenne. Igen. Ami már egy effényesebb mint Tokyo. Vagy kicsit én visszatérnék a, a vb re mert az tényleg egy nagyon durva lemaradás volt, ami a rajt után kerültél, és nagyon sok esetben azt látjuk élsportolóknál más hogy hogyha valami nem menetrendszerűen megy, ahogy eltervezik, akkor képesek leblokkolni. Te ott abban a pillanatban hogyan kezelted ezt? Idegből levesztél mondjuk utána, vagy ott, ott járt a fejedbe, hogy, hogy, mi van a rajtal, vagy, vagy azért figyelmen kívül tudtad hagyni valamilyen szinten, hogy, hogy itt mi történtek? Hát szerintem az idegből levesztél, az egy jó meg meghatározás erre Erről az állapotra, igen, egyszerűen tényleg csak egy, egy másodperc is sok, hogyha azt mondom, hogy ennyi idő kell azért ahhoz, hogy gyorsan felfogd, hogy mi történt, és eldöntsd, hogy mit csinálsz. És még az is átfutott az agyamon, hogy ezt most vajon visszalövik-e? De hogy ugye itt nincs idő hezitálni, hanem tényleg annyi, elkapott az ideg, és menni kell. És ideges voltam, hogy pofázik ez a nő, és még megy a hájpolás, tömeghájpolás, és már indítanak, és miért nem, miért nem vártam meg, és ez mind-mind átfutott így az agyamon, és ezt így mondtam is magamnak menet közben, szittam ott meg mindent is el tudsz képzelni. Úgyhogy igen, igen, ez itt egy ilyen idegből végigmenés volt, hát igen, ahogy beérkeztem, akkor ez úgy látszott is rajtam. De aztán szerencsére azért úgy idővel eltűnt ez a ez a, ez a, ez a, ez a rossz száz, nem? Azért még itt csak egy kvóta. És hát idén kell igazán jól menni. Igen, igen. Azt mondhatjuk, hogy ez is egy tanuló pénz volt. Úgyhogy ebből is meg kellett azt tanulni, hogy mennyire, mennyire összeszedetten és fókuszáltan kell odaállni. Beszéljünk egy kicsit rólad, hogy hogyan jutottál el ö, idáig. Ugye neked 2007-ben volt ö, az az ominózus autó ami amiután Kerekesszigbe kerültél. Nagyon sok helyen nagyon sokat meséltél erről, nem is a balesetről kérdeznélek én, hanem inkább azt kérdezném, hogy mi lett volna, hogy hol lennél most, hogyha nem lett volna az a baleset? Mi lett volna belőled mostanra? Mivel foglalkoznál? Hát ezt nehéz megmondani, sportoló biztosan nem lennék. Üm, gyerekkoromban szerettem volna sportolni, kajakozni is, meg mindent is szerettem volna csinálni, cigelykel kezdve közlekedtem, amit mondjuk egy ö, ö, öt éves koromban szerzett vesebetegség át is húzott, úgyhogy az autóban esett az, az már egy következő lépcsője volt annak, hogy mondjuk ne lehessek sportoló akkor letiltottak minden, minden mozgásformáról, tesi óráról is, amit természetesen nem tartottam be, úgyhogy ö, gyakorlatilag majdnem minden hónapban volt egy gyulladásom, 5 éves koromtól kezdve 14 éves koromig nagyjából bezárólag. Um, hát, hogy most mit csinálnék, nem, nem, tudom, hogy mi lenne belőlem. Akkor, amikor a, az autóbaleset volt, akkor éppen egy motorszalomban dolgoztam, és és ezt nagyon testhez álló munkának éreztem, mert ott hitelügyintéző voltam, reggel küldtem a papírokat, utána kimentünk jetskizni a tóra, vagy elmentünk kvadozni a hegyekbe, úgyhogy így nem tudom, nagyon jól éreztem ott magam, úgyhogy valószínűleg valami ilyesmit, ilyesmit csinálhatnék most. És utána a baleset után mennyire próbáltál nem is azt mondom, hogy kvadozni, meg jetskizni, mert az nyilván nem, de hogy mennyire próbáltál visszazökkenni a hétköznapi munkádhoz? amúgy jetteztem már azóta, kvadat még nem próbáltam. Nem nagyon próbáltam, az az igazság, nagyon a lehetőségeim is korlátozottak voltak egyébként. Nem is gondoltam volna, hogy ennyire nehéz otthonról négy fal közül bármit is csinálni, kitalálni. Nagyon nehézkesen indult az az utáni életem. Volt egy, egy online munkám, valami pöttyögés, nagyon érgesítő volt, nem bírom az ilyen dolgokat, úgyhogy abból próbáltam kitörni viszonylag minél hamarabb. Ugye hát ott még voltak műtéteim, meg egyebek, úgyhogy ilyen kórházi tartózkodások sok is ennek azért korlátot szabtak. Hát nem tudom, később a kerekesszékes szépségverseny után indult el az életem. Ak akkor tájt jött valahogy képbe a kajak is, ugye? Igen, egy két évvel azután. 2012-ben volt ez a szépségverseny, ahol egy évi képviseltem az akadálymentesítés ügyét, Azután volt egy kis, egy kis, keresgélés, hogy mégis mit csinálják. Ott is volt egy műtétem, és akkor a, a van minden évben sporták bemutató, és ott találkoztam először a Pruzsina Istvánnal, aki már addigra összepakolta a cuccokat, mire odaértem, de hát számot cseréltünk, és ott szintén egy műtétet követően kezdtem a kajakozást 2014 év végén. És hogyan indult ez a kajakos karrier, mert ha jól tudom, az elején voltak azért bökkenek, nem feltétlenül képzelted el úgy, hogy hogy olimpiai bronzér, paralimpiai bronzérmes leszel. Igen, ott is voltak buktatók, Öm, ott, ott, volt még egy műtét. Nyilván a testem nagyon nehezen adaptálódott ehhez az egészhez, mint laikus indultam el ebben, amúgy is ugye az, a, az autóban után nyilván megváltozott a testem, is. és, és azért adaptálódni kellett a sporthoz. Nem is voltam előtte sem ugye sportember. Úgyhogy ez egy kicsit döcögősen ment, nagyon sok sérülésem volt, mindenem fájt. Aztán a 2015-ös Milánói vb n nem szereztem kvótát, és azután megengedtem akkor magamnak ezt a csípő rekonstrukciós műtétet, és, és akkor én mondtam is, hogy akkor köszönöm szépen, én ezt itt abba hagytam, mert nem hiszem, hogy én ebbe valaha is bele tudnék állni, mert ez nekem túl kemény. És hát a riói pótkvalifikációs VB-ről hívott fel a kapitány robi hogy az én kategóriámból valakit átkategorizáltak, és így az előző évi időeredményem kvótát ér. És hogy kéne akkor menni rióba. Úristen, hát három hónap alatt biztos, hogy nem tudok megfelelően felkészülni, ahogy magamat ismerem, tölti, hogy tönkre fogok menni benne. És hát azért sikerült neki meggyőzni, hogy nem biztos, hogy újra fogadódni egy ilyen lehetőség az életemben, és hát attól függetlenül, hogy hol végzek, kéne élni ezzel a lehetőséggel, és hát nagyon igaza is lett. Beleálltam a munkába, természetesen rengeteg sérülést szedtem össze, mert félgőzzel semmit nem tudok csinálni, úgyhogy sok-sok sérüléssel mentem ki, és hát... És hát lett, ami lett, ott ötödik helyezett lettem, és igazán akkor kapott el ez a dolog, és, és akkor, akkor már Szegeden készültem, Suba Robi Bajai versenyző, mert kitaposta ott a szegedi utat, és István nem tudott már, már engem bevenni a felkészülésbe, úgyhogy finoman Robi Bá a szegediekre, és hát ott is volt egy kis döcögés az elején, hogy azért hogy fog ez működni, Pestről lejárni, és, és hogy fog tudni ennyi munkát elvégezni, így hogy ilyen távlatokban kell gondolkozni. De aztán megbeszéltük Sikmarcival, hogy euh, akkor nézzük meg, milyen. Úgyhogy ez megláttuk, hogy nagyon jól működik, és azóta is nagyon jól működik tehát akkor nyilván rio tehetjük a te áttörésednek, úgymond, amikor, tehát onnantól kezdve már amúgy is profi voltál, és csak, csak élsportolóként ö, működtél tovább, ugye? Hát a profi akkor még az erős szó, még, még azért a mai napig is nagyon nehéz ö, így elfogadnom meg, így kontemplálok rajta, hogy tulajdonképpen én tényleg egy, 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 egy elit, lehet ilyet mondani. Megkérdője, saját magadat? Hmm. Nem, euh, inkább egy kicsit nehéz elhinni, tudod, hogy, hogy persze utána, utána hogy átgondolom, ez az életem, úgyhogy, úgyhogy végül is az azután már azért úgy el tudom fogadni, de még mindig nagyon nehéz elhinni, hogy tulajdonképpen elit sportoló vagyok, nem tudom, hogy ez a megfelelő kifejezése, szóval, hogy egy olyan válogatott sportoló vagyok, aki tulajdonképpen ebből él. Hát szerintem, aki... Kép paralimpián dobogós, az minimum elit sportolónak számít, és azóta is ott vagy stabilan a top 3 a saját kategóriádban. Nyilván az életedet teljesen megváltoztatta a baleset, és ami, ami ott történt, a szemléletedet, a, a gondolkodásmódodat, az élethez való hozzáállásodat mennyire változtatta meg? A baleset? Igen. Hát... Nem is tudom, és én... mondjuk ami utána történt, azt ugye mondta több helyen, hogy az első két év volt nagyon kemény. Így van, az első két év az, az brutál volt, ugye nekem a barátnőim is sérültek, és akkor a, ott a, a felelősség feldolgozással akadtak azért gondjaim, amit velük együtt sikerült viszont megoldani. Én azt szoktam mondani, hogy én ugyanaz az ember vagyok, aki a baleset előtt voltam. Nyilván az előtt is kaptam már elég sok leckét az élettől, amit, amit azért meg kellett tanulni. De még a mai napig úgy vagyok vele, hogy ö, klisé, de hát az ember holtig tanul, vagy hát a jobb pap tanul holtig, de hát az ember is. Ö, úgyhogy mindig van mit tanulni, és ö, azt gondolom, hogy tulajdonképpen a baleset csak jobb ember tett. És Tokió milyen állomás volt ebben a mindig van tanulni? Idővonalon. Ott is sok mindent tanultam, amiket egyébként csak később ö, fedeztem fel, hogy mit is, mert hogy nem volt mindenre visszaigazolásom akkor, mint ahogy például dietetikai dolgokban tanulok most nagyon sokat, és, ö, és most tudom összevetni az akkori állapotommal. Ott is akkor az inkább egy egy nagyon kellemes érzésű, boldog és, 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 nagyon összeszedett időszak volt ott és akkor. Most, most derülnek ki a hiányosságok, hogy mi volt ott, ami, ami, amit még jó lett volna akkor tudni, de nyilván ez is egy fontos állomása itt az egész történetnek. Most leginkább az, az, az dolgozik bennem, hogy mindaz, amit most teszek azért, hogy az én egyéni eredményeimben a legjobbat érjem el, az, az, globálisan ezt a parasportot tekintve is nagyon sokat jelent, hogy arra gondolok ez alatt, hogy minden sportoló, aki, aki most versenyez, legitimizálja a parasportot hogy annál azért sokkal többet teszünk, mint egyéni versenyzők és az egyéni érdekeinkért való versenyzés, meg az egyéni győzelmekért való versenyzés. Úgyhogy, úgyhogy most, mostanában született meg bennem ez a gondolat, hogy, hogy mennyivel többek vagyunk annál, hogy, hogy sportolók vagyunk. Nagyon sok mindenkinek adtok inspirációt a, a és pont akartam is kérdezni, hogy neked ki adott annak idején, vagy ki ad inspirációt, vagy, vagy ki az, akire te példaként nézel föl, hogy igen, szeretnék egyszer olyan lenni, mint ő. Van-e ilyen személy, akár sportoló, akár nem sportoló? Én egy ilyen szentimentális kis sülye vagyok, és azt szoktam mondani, hogy nekem édesanyám a, a példaképen, mert hogy gyerekkorom óta azt látom, hogy minden nehézség ellenére megy előre, mint egy tank. És, és most így elgondolkoztam rajta, hogy kérdezted, hogy, hogy milyen sportolót mondhatnék, és mondhatnám, hogy Kovácskat és nincs Natasa volt számomra az etalon, akkor, amikor ők versenyeztek, és, és amikor a Kovács Katira néztem, akkor, akkor azt mondtam, hogy fiának akarok lenni, mint ez a nő. De hát ugye, hogyha az összességét nézzük ennek a kérdésnek, akkor, a, akkor az édesanyámat tudom mondani. De jól le is írtad, mert téged is úgy látunk a versenyeken, hogy legyen bármi nehézség előtte, utána vagy közben. de tényleg mész előre, mint egy tank, és, és euh, mész, amíg el nem érsz a, a célvonalig. Számomra az is nagyon érdekes, hogy mennyire más nektek felkészülni, akár odaállni egy hazai versenyhez, mint mondjuk egy, mint mondjuk egy nemzetközi. Ez ugye nemzetközi mezőny, az, az viszonylag nagy, ott vannak előfutam, sok ellenfeletek van, egymással harcoltak, viszont itthon rajtad kívül jelenleg egy versenyző van, hogyha jól tudom a, a kategóriádban. Ami azért felvet bennem kérdéseket, hogy oda lehet-e állni kellő komolysággal, vagy kellő magabiztossággal egy, egy, egy válogatóhoz, mondjuk vagy egy országos bajnoksághoz. Mennyiben szolgálhatja ez a te felkészülésedet egyáltalán? Hát Marcival szoktuk beszélni, hogy ez ugye versenyszituáció, és kell, minden esetben kell, a rajtolásokat gyakorolni kell, a pályát végig kell nyomni, minden nehézség ellenére végig kell menni, úgyhogy minden egyes hazai verseny nyilván a javamra szolgál. Való igaz, hogy nagyon nehéz az órával versenyezni csak. Ö, annak nagyon örülök, hogy minket már a, a Molnár Henkivel, a k 3 kategóriában ö, egy futamba szoktak állítani, mert nagyon jól húzzuk egymást, és nagyon jól tudunk meccselni, úgyhogy ö, nehéz azért az, hogy egyedül vagyok, Marci szokta mondani, hogy amikor lemegy egy futam, akár válogató, akár hazai verseny, mármint OB, akkor szoktam mondani, hogy igen, akkor most a 90 os katát láttunk. Egy olyan vasárnapi katát, mert hogy valamelyik válogató volt egyszer vasárnap, és mondta, hogy fú, ez nagyon vasárnapi volt. Nevetgélünk rajta, valóban így van. Én a versenyeken tudok igazán, igazán robbantani, és ott kiadni a legjobbat. Láttuk már a százszázalékos vargakatát? Remélem, hogy igen. Azt szeretném mondani, hogy, hogy ezért a nemzetközi versenyekre úgy állok oda, hogy akkor mindent ki tudjak tolni magamból, ami, ami van. Hogyha ez nem sikerül, akkor az általában technikai probléma szokott lenni a hajóval, az időjárással, valami ilyesmi, de ami, ami, ami bennem van ezt a versenyeken, azt gondolom, hogy jól ki tudom adni azért itt reméltem, hogy azt mondod, hogy nem, és majd Párizsban látjuk. Ott, ott a 200 osat fogjátok látni. Az is, az is, jó. Egyébként milyen a viszony köztetek parások között? Mert talán az látszódik kifelé, hogy ti sokkal közvetlenebbek vagytok egymással, mint az épek. Nyilván egy kisebb csapatról beszélünk, de hogy a magyarok is sokkal inkább együtt járnak, a versenyeken együtt mozogtok, és a, a két brit lányal is ö, egészen jó elnevet rendre az érem átadott ceremóniák előtt, után, alatt. Szóval milyen a viszony köztetek? köztünk nagyon jó a britekkel, én ezt tudom mondani, remélem, hogy ez nem egy áll jó viszony. Ők tudják, hogy mindig én vagyok a selfie készítő, már mondják is, hogy persze álljunk össze, és a sárlott mindig megdicséri a hajamat, úgyhogy azt gondolom, hogy mi egyébként jóban vagyunk. Emma is, ahogy említettem, a VB-n szólt előre a nehézségekről, úgyhogy nem használta ki azt a lehetőséget, hogy hogy ők felkészültebbek mondjuk ebben az apróságban, hogy tudják már, hogy a rajtgép milyen hangerejű. Szerintem mi, mi mindannyian a K2-ben, mi mindannyian ismerjük egymást, beszélünk egymással, jóban is vagyunk, úgyhogy azt tudom mondani, hogy nálunk nincsen ilyen hajtépés vagy cicaharc. Egyelőre. Egyelőre. Azt már, arról már beszéltünk egy pár szóban, hogy, hogy előre kiket kell nézned. Bennem azért kérdés az is, hogy hátrafele mennyire kell tekintened, mennyire van bárki, aki, aki azt látod, hogy közeledik hozzád, vagy, vagy olyan fejlődést mutat be az elmúlt években, amiatt mondjuk te Tokió előtt. Tehát mennyire nézed azt, hogy mögötted milyen a mezőny, ahhoz képest, amilyen előtted? Nem nézek hátra. <laughs> Csak előre. Um, ehhez annyit tudnék hozzáfűzni most, ahogy így mondtad nekem a dalma van az eszemben mindig, és neki nagyon szurkolok, és szeretném, hogyha átvenné a helyemet Szegeden minden tekintetben, mint ahogy most a szépség választáskor is ő lett a királynő, úgyhogy Szegednek van két királynője is, <laughs> <laughs> úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a paralimpiai szintet is ugyanígy fogja tudni teljesíteni, úgyhogy hazai szinten nézem csak azt, hogy, hogy ki van mögöttem, és nagyon szurkolok is neki, hogy, hogy sikerüljön, és mielőbb nagyon jól tudjon teljesíteni a mezőnyben nem igazán nézek szinte sem erre. Figyelemmel követem azért őket, most egyelőre még nem jelentenek veszélyt, de igyekszem is egyébként legjobban magamra koncentrálni. Dalmával sokat beszélgetsz? Megosztod vele a tapasztalataidat, vagy kérdező tőled? Igen, szokott kérdezni, beszélgetünk is. Most ő a kenú felé hajlik jobban, úgyhogy abban egy picit eltérünk, mert én ugye a elhagytam a, a, a tokiói kóta szerző versenyt követően, mert ott, ott is becsúszott egy gigszer a kenúval kapcsolatban, ott megszakadt a hátamban egy izom. Úgyhogy én ott elengedtem a kenuzást. Úgyhogy itt egy picit ketté válik a, a, az életünk így a sportterén, de beszélgetünk mindenről, és találkozunk is, és látjuk is egymást, ő is keményen edz, úgyhogy ezt figyelemmel kísérem én is. Ezt a Kenut akartam kérdezni egyébként is, ugye ez most lesz paralimpiai szám a vl 2 először, de akkor ezek szerint neked ez teljesen tabu és, és csak a kajak. Igen, elengedtem, teljesen gondolkoztam rajta, hogy azért jó lenne még egy számot menni és teljesíteni, de a Kenut azt teljesen elengedtem a, a ballapockám azóta is. Nem túl jól viselkedik, úgyhogy nem, nem akarom nagyon belevonni ezt a féloldalasságot, így is azért komolyan oda kell figyelnem a bal oldalamra. Ugye ja, májusban lesz egy Parakhajakkenú kenő világbajnokság itt Szegeden, az lesz az első igazán komoly versenyetek idén. Most addig, hogy áll össze a programod? Szerintem nem lesz sok változás. Nem hiszem, hogy egy komolyabbat fogunk csúcsosítani oda. Már most is olyan állapotban vagyok, hogy nem kellene túl sok ahhoz, hogy jó formába kerüljek a, a versenyre, nem, nem egy, bár nem tudom mindenkinek nyilván a téli edzést tervé, de nem, nem klasszikus téli edzést nyomunk, úgyhogy most sem lenne túl nagy munka összeállni egy versenyre, úgyhogy csináljuk tovább, amit eddig is májusban ott egy, egy picit hegyezünk, majd meglátjuk, hogy ő, itt lesznek -e a britek egyáltalán, mert ugye kvótájuk van, úgyhogy ő, nem mindig jönnek el minden versenyre, szóval azért emiatt egy kicsit még aggódom. Úgyhogy lehet, hogy ott is csak egy 90 os pálya lesz, remélem nem. Szeretnék minél több ö, futamot menni, amíg elírünk a, a végsőhöz. Párizs kapcsán azt is olvastam már egy-két nyilatkozatod, hogy egyedülre csak Párizsi gondolkodsz, és lehet, hogy utána, utána nincs tovább. Nem tudom, hogy ez most mennyire változott, vagy, vagy hogy állsz most ehhez. Pillanatnyilag úgy, hogy Párizsig gondolkozom, igen. Ez egy igen, kicsit ilyen kétoldalú dolog, mert arra gondoltam, hogy ha most majd sikerül elérni azokat a célokat, amiket eddig dédelgettem, akkor utána vajon el fogom tudni -e engedni. Jó, az így nyelvtanilag? Igen. El tudom-e majd engedni ezt a dolgot? Vagy, vagy fog, fogok, e hozzá annyira ragaszkodni, hogy most elértem, akkor most szeretnék tarolni egy, egy ideig, szeretnék gyűjtögetni aranyérmeket, vagy, vagy, vagy azt mondom, hogy oké, okay, akkor ez a keménység, ez most már, most már így tíz év távlatából akkor elég, nem tudom, most, most, még, most még Párizsig gondolkozom, utána, utána egy kis időt szeretnék tölteni a párommal, mert hogy azért ő is nagyon sokat nélkülöz nyilván, Úgyhogy elmegyünk majd egy komolyabbat nyaralni, és akkor átbeszélgetjük, hogy mit enged még meg. De tudod egyébként képzelni az életedet kajak nélkül? Most nem feltétlenül csak versenyzésre gondolok, hanem akár az, hogy, hogy csak egy hétvégén mondjuk lemennyi, és keftelésből evezélek. egy kicsit. Tehát lesz olyan pont, amikor ezt így el tudod majd engedni? Mm, azt gondolom akkor, amikor a testem már nem engedi. Ez, ez amúgy is egy ilyen, féltestel így, ugye ez egy nehéz erről bármit is nyilatkozni, hogy ez hogy lesz később. Amíg a testem engedi, addig biztos, hogy nem fog tudni nélkül létezni, ha már csak hobbi szinten is beszélgetünk róla, mert annyira összenőttem ezzel az egész környezettel, és, és nem, nem, nem hiszem, hogy le tudnám úgy rakni egyébként. A párommal is mind a ketten vízi emberek vagyunk, vízhez közel szeretünk létezni, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy nem fog kiesni az életemből teljesen. Illetve hát a környezet is, mind a szegedi, mind pedig a, a, a központi szövis környezet, mind a kettő nagyon közel áll hozzám, úgyhogy még abban is gondolkozom, hogy így itt maradok majd így a jövőben valahol. Annak mi csak örülnénk, az biztos, ebbe biztos vagyok. Mindenkitől megkérdeztem, és végezetül tőled is azt kérdezném meg, hogy mi kell ahhoz, vagy mire van szükség ahhoz, hogy paralimpia után mondjuk szeptember végén, hogyha beszélgetünk, akkor, akkor elégedetten beszélj az idei évedről. Hát minimum egy ezüstérem, azt gondolom, aztán Párizsból. Majd... Párizsból. igen, igen. aztán majd meglátjuk, hogy mi a realitás, de hát minimum az ezüstérem kell ahhoz, hogy azt mondjam, hogy elégedett vagyok az elmúlt időszakkal. Legyen így akkor, sok sikert kívánok ehhez, és akkor majd várjuk az eredményeket. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. Nektek pedig a figyelmet, köszönjük, tartsatok velünk legközelebb is, sziasztok! Csónakáz. A Magyar Kajakenú Szövetség hivatalos podcast műsora. Legendák, bajnokok, reménységek és minden, ami kajakenú.